díjazottunk lép a színpadra, Boros Dénes, aki egyben Pro Urbe díjas is, méghozzá Béla Pátfalván. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy a primások nem igen szoktak énekelni, hát ő megmutatja, hogy a primás azt is tudja. Sőt, elhagyunk olyan kulisszatitkokat is, hogyha az énekes, akit ő kísér, esetleg elfelejti a szöveget, amit ő nem szokott előfordulni, ő már is tudja és besegít. Hát ilyen egy aranyos ember, Balogh Dénes, és várjuk, hogy Boros Dénes. Na tessék! Ugye, mit mondtam az előtt, aki fölnék, azt kisegít. Hát most egyre is. Boros Dénes a színpadon. Thank you.
Orvosi tanulmányai mellett igazi kikapcsolódást jelentette zenei tanulmányai. És mára azt hiszem, hogy mind a két oldalról nagyon szeretjük őt. Reméljük, hogy betegként nem lesz rá szükségünk, de itt a színpadon nagyon szeretjük őt hallgatni. És azt is el kell áruljam, hogy a hatos csatornán nóta műsorai vannak, ezekkel kedveskedik nézőinknek, sőt, fűszerezi ezt a dalszállítást egy-egy nóta történeti eseményen is. Úgyhogy most várjuk ide a színpadra dr. Fehér Esztert! Csodás a világ,
Ritkán használt kategória a magyar nóta, meci.
mása. Pedig az az igazság, hogy aki tehetős, aki teheti, aki szívből teszi, az jó, ha segíti a kultúrát, a gálaműsorokat, mert bizonyára nagy szükség van, enélkül nagyon sok előadás nem is jöhetne létre. Mondjuk én ismerek egy ilyen mecénást, nem más, mint Éliás Tibor, aki nem csak hogy megálmodója ennek a magyar nóta ünnepének, hanem nyugodtan elmondhatjuk, hogy mecénása is. De most valaki mást szeretnék köszönteni, aki díjazottunk is lesz, és ő nem más, mint Antal Péter. Sajnos határainkon túlról érkezett, hiszen Bécska ma Romániához tartozik, de elmondhatom Antal úrról, hogy ő ott kén ugyancsak támogatja a magyar nóta életét, az ilyen jellegű műsorok létrehozását, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk neki. Épp ezért szeretném, 5 órát utazott, hogy itt legyen velünk, szeretném Antal Péter urat itt a színpadon fogadni, valamint felkérem Éliás Tibort a díjátadásra. Kedves barátaim, ritkán adódik az, sajnos. Pedig külföldön ez annyira természetes. Van egy mondás, amely szokás, hogy a jövedelme 10%-át az minimum jótékonyságra kellene adni. Most, hogy mire, ezt mindenki maga szabja meg. De van egy olyan kategória, amikor saját és a munkakörében lehetőséget adó pénznemmel egy olyan kultúrát támogat, amit sajnos manapság keresem. Csak jellemzésképpen akarom mondani, hogy az országos egyesületünk a múlt évben az 1%-ból összesen 100 000 forintnyi összeget kapott országosan. Szerintem nem tudják az emberek, hogy ezt nem kell kifizetni, hanem a már leadózottból lett az állam küldi át annak, akinek ő megdiktálja. Viszont itt nem arról van szó, nem az 1%-ról, hanem arról, hogy mondhatom nyugodtan, hogy Antal úr nélkül sokkal kevesebb nóta műsor volna. Kívánom azt tiszta szívemből, hogy sokasodjatok, szabadodjatok, mert nagy szükség van rá maga ünnepi alkalomkor csúnyát mondani, de a magyar nóta nem tud úgy fejlődni, vagy megmaradni, hogyha nem jön támogatás. Viszont köszönjük, amit eddig tettél. Fogad szeretettel. Mi az, amiért ezt jó szívvel teszed hosszú idő óta, és egyáltalán mi volt? Azért nem annyira vagyok. Elsősorban meg szeretném köszönni ezt az értékes díjat. Hát nem csak én érdemlem ezt, mert nekem van egy csapatmód Bécsben, Romániában, és őnek is szeretném megköszönni azért, mert ő nélkülük ezt nem tudtam volna megrendezni, Bécsben magyar nótát szervezni jó pár éve, és meg szeretném. Igen, meg szeretném köszönni Kádár Zsuzsának, aki már nem tudott eljönni, sajnos. És a Kiskai Kisebbség Egyesület tagjainak, és meg szeretném említeni az elnökasszony Baltatér Csündét. Őnek is ott azt a kívül, hát Hát meg szeretném, csak még röviden szeretnék mondani, hogy Romániában nem könnyű nótagálát szervezni. Sok problémákkal, akadályokkal szoktunk találkozni, de ez minket megerősít elsősorban is, és folytassuk a munkánkat azért, hogy Erdélybe, Pécsán, Aradon, Arad megyében a magyarság, a nyelvünk, a kultúránk és a magyar nóta éljen, és szerintem az 50 évben is úgy lesz. Köszönöm szépen, hogy hallottam.
tavaly Csíkszeredán rendeztük ezt a Magyar Múltad ünnepnapját, hiszen nem kell mondanom, hogy Csíkszeredán mekkora magyarságért, egy 700 személyes művelődési ház pótszékesen voltak látogatói, jövőre Felvidéken, de ha kapunk hívást, megyünk Kőskára is. Itt fogok álltani. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Egészen világosan szép a jövő ezek szerint. És a következő előadó művészünk Móricz Pacsmak Erzsébet, aki a debreceni nóta kedvelők kedvence, de csodálatos dalai mellett ő nagyon sokat tesz magáért, az Egyesületért, a Magyar Nótáért, úgyhogy ő abban a kategóriában is indulhat, hogy aki sokat tesz a Magyar Nótáért, de most élvezzük csodálatos hangját. Móricz Pacsmak Erzsébet. Yes, and it's my job. It's a man, I know.
nagyon tetszik. Most a hölgy van, az ember, vagy az tőle. Úgy együtt, ugye? Kedves barátaim, itt az idő, hogy elmondjam azt, hogy a hatos csatorna a televízió, és gyakorlatilag magyar mondta televíziója. Nem is tudom összeszámolni, hogy hány műsor van a hatos csatornán. Hát itt van Faller István műsora, aztán itt van Dr. Fehér Eszter műsora, akkor itt van Geszti Glória műsora, aztán itt van Éliás Tibor műsora. Úgyhogy lehet nézni, kérem szépen, és akkor elmondanám, hogy miközben mi itt mulattunk. Lement a Nóta Szó című műsorunk, amiben ezeket a hölgyeket és urakat lehetett hallani, és egy kicsit közelebbről megismerni. Ennek az ismétése hétfő reggel 7:30 lesz. Aki nem tudja fogni a hatos csatornát, az a Google-be menjen be, és a keresőbe írja be azt, hogy hatos csatorna élő. És akkor előfizetés nélkül nézheti. De most én nagyon... Ez arról jutott eszembe, hogy ugyanezt fogják hallani még egyszer a Pacsmag Erzsikétől, és remélem, hogy nagyon sokáig sok más dalt is. Én nagyon szeretettel köszönöm ezt a gyönyörű előadást, hoztam egy kis ajándékot, tartsam meg az Isten jó sokáig, Kürbe addig még ez attól kedvérni fog, jó? Köszönöm szépen, sok mindent tudnám, idáig eljutottam. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szeretnék gratulálni Erzsikének, és meg szeretném neki köszönni a munkáját, amivel segít az Egyesület. Tömeg az úr egy debreceni vállalkozó, aki szintén ezt az egyesületet támogatja. Kérem szépen, magyar emberek, keressünk már olyanokat, akik szeretik a magyar nótát. Te mióta énekelsz, és mióta szereted a magyar nótát? 2017. júliusában kezdtem énekelni. Úristen! Most nem tudsz, mert ugye kötött az idő, de ne felejtsék el meghallgatni az urat, ahol csak lehet, mert tényleg nagyon jól szól a hangja. Lehet, hogy jövőre már itt is énekelsz. Köszönöm szépen! Magyar nóta nélkül kiskora óta szereti, hallgatja a szép magyar nótákat. Na meg, szereti a húsokat, ahogy én is nem is tudom, hogy melyikért szeressem jobban az urat. Elárulom, hogy ő nem más, mint a híres Hajdú húsüzem vezetője, tulajdonosa, és hát ezen a téren számos kitüntetést kapott már, nem kezdjük el felsorolni, hiszen legutóbb is 5 készítménye lett nyertese különböző versenyeken. Viszont biztos vagyok abban, hogy Dankó életműdíja még biztos, hogy nincsen, és mi ezt nagy szeretettel fogjuk átadni. Büszke az Év Agrár Embere címre, mi is gratulálunk neki ezért. És így kérem a színpadra Pap István urat, hogy átvegye az általunk át. Kérem a színpadra Éliás Tibort a díjátadásához. A kanyarban találkoztunk. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy most át fogod elvenni tőlem, mert azért elpegykálom, hogy az a bizonyos év embere a gazdaságban díjat Orbán Viktor személyesen adta át, és azt hiszem, hogy ez elég érdekes. Gratulálok! Azok kívül még, amely nagyon büszkék vagyunk, hogy
nagyon komoly oktatás végzünk, dohányos képzés, nagyon sok szakmunkás tanulunk ki évente a kezünkből, az üzemünkből, és ezért is kaptunk Orbáni Tudortól másik díjat, tehát azért duális képzőhelye volt, ugyanúgy képzőhelye, mert hát most hétvégén voltunk Tatán, az egy Michelin csillagos éttermet zsűrizéséből kaptunk 5 díjat is termékeikre, főleg magasztó termékekre, mert tényleg nagyon sok mindent szoktunk kapni díjakat, és erre nagyon büszkék vagyunk. Mivel az a vagyunk nagyon büszkék, hogy a magyar kultúrát támogatod, és nem akarok más példát mondani, hogy mit. Mint vannak emberek, akik sajnos manapság azokat támogatják, és a fiatalokat ezzel elviszik más irányba. No de, a magyar kultúrának érnie kell, és ehhez óriási szerencsénk, hogy van egy Pap István Debrecenben. Fogad szeretettel ezt a kitüntetést, és az utolsó kívánsága az legyen, hogy a magyar nóta örökre éljen. Így van. Kérdezően, hogy szeretem ezt a műfajt, hisz ebben nőttem fel. Akkor a szüleim, a testvéreim, mindenki énekelt a magyarok szertészet dalokat, és az az igazság, hogy akkor beleírodott a vérembe is, és ahogy tudom, és ahogy az előzés a pénztárcámra veszi, mindenhol szoktam. Itt van a polgármester Pécskáról, Nemesszen voltam már náluk, Kolozsváron, Magyar Operában, Csíkszeredán, ott Titróban, határon kívül és határon belül, nagyon sok fele szoktam támogatni a magyar után, mert nagyon szeretem, és nagyon szeretném, hogy ez tovább jön, és nagyon sokáig. Köszönöm szépen a díjat, nagyon megtisztelés. Köszönjük szépen! Szépen gratulálunk! És most ismét hölgy jöjjön fel a színpadra, hiszen Pocsai Júlia művésznő rendkívül sokat tesz a magyar nótáért. Nem csak gyönyörűen énekel, hanem a Dömsödi Művelődési Ház igazgatója is. Imád műsorokat szervezni, tanítani a gyermekeket, felnőtteket a szép magyar zenére, és áldozatos évtizedes munkájának eredménye, hogy valóban körülötte mindenki szereti a magyar nótát. Azt hiszük, hogy ha ezt a fiataloknak így át tudja adni, akkor itt lesz a jövő generáció, aki szintén fog majd magyar nótát énekelni, vagy legalábbis tudorászni. És azt hiszem, hogy tényleg megérdemli a Dankó Pista életműdíjat. Fogadják nagy szeretettel itt a színpadon Bócsai Júliát! Thank you.
Köszönöm. És természetesen köszönöm a kedves közönségnek minden szeretetem szívével az önök szeretetét. Köszönöm szépen. Akkor
én tudom, hogy ezt a műsort élőben közvetíti a Facebook, és ott van egy olyan csoport, amelyet úgy hívnak, hogy a Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesülete Nóta Szó csoportja. Ezt a csoportot egy nagyon kedves barátunk tartja karban, és úgy is mondhatnám, hogy az Országos Egyesület elnök helyettese, aki most nem tudott eljönni. De én azt szeretném kérni önöktől, hogy küldjük energiát neki, és küldjük szeretetünket, mert a dal a szeretet gyógyít. András, ez a tas neked szól, gyógyulj fel minden marát. Ugyanis el kell, hogy mondjam, hogy ő színészileg is rendkívül sokat tud adni a diákoknak, amellett, hogy megmondja, hogy hogyan is fog egyszerben szólni a hangja. Csilla, nagyon gratulálunk neked, egyrészt a tanári munkáért, másrészt pedig én nagyon szeretném, ha a közönségből szeptember 23-án 12 órakor az Operettszínház előtt halhatatlan társulati díjkiosztó, vagyis belelépünk a saját lábnyomunkba. Mindenkit szeretettel várunk. Én ebben biztos vagyok, hogy a művésznek halhatatlan csodálatos hangjával, de milyen érdekes lehet, ha sokan oda mennénk, és megnéznénk, hogy milyen is az, amikor ezt a csöpp lábacskát beletesszük a trucsiba. Akkor a legszebb cipőm van rajta. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük Ötvös Csilla művésznőnek, és visszatérünk Tóthfalvi László énekeshez, hiszen ilyen tanár tud magának, de az az igazság, hogy Fekete Valéria korepetítor is jó sokáig egyengette az ő pályáját, tanította, építette. Hogyan is kell a színpadon megállni? Az Országos Egyesületünk tagja, és itt el kell mondjuk, hogy itt ő bizony nagyon sokat segít, műszaki, hangtechnikai területen, ki hinné, hogy ehhez is van tehetsége, és ő lesz most idén az egyik dalmópista életműdíjasunk. Nagyon-nagyon várjuk, hogy csodálatos hangjával megőrvelhetessen minket. Patkán víha, turmékban a fán,
Ez a
Ezt szeretném most előadni a magam módján egy kis hegedüléssel,
egy kis ezt fogadják fel. Kíváncsi a vágyat! Thank you.
Hálásnak neked, és szeretnénk meghálálni ezzel a kis díjjal,
és maradj nekünk sokáig egészségben, szeretetben, boldogságban. Köszönjük szépen, Mária! Szavaztak, hogy én ezt a díjat megkaphassam, tehát akiknek ugyanúgy szívügyi a magyar dolga, mint az enyém. Úgyhogy hálásan köszönöm mindenkinek, elsősorban neked, Tibor, hogy én mint díj alapító, de a munkatársaknak, akikkel együtt dolgozom, és akik látják, hogy én úgy a háttérben sokat csinálok a magyar dolga díjért. Nem tudjuk eléggé megköszönni, úgyhogy kívánom azt, hogy egészségben, szeretetben, boldogsággal, viszont nem szállt célra viszont. Úgy legyen! Köszönjük szépen, Marika! Egy egészen új kategóriát is szeretnénk önöknek megmutatni, hogy miért van erre szükség. Hát azért, mert nem lehet eléggé népszerűsíteni a magyar nótát. Közel kell vinni a fiatalokhoz, megszeretetni, megfertőzni a magyar nótával a legújabb, legkisebb generációt is. És hát erre számos mód volt eddig, ugye egyszerűen énekeltünk, dúdoltunk, előadásokat szerveztünk, rádiót, televíziót működtettünk magyar nóta műsorokkal, de létrejött valami új. Éliás Tibor fejében pattant ki, hogy van egy műfaj, ami még nem létezik. És ez a magyar nóta film. Igazán hárman álltunk neki, jó magam Tibor, és az a bőr, akit most díjazni szeretnénk, hiszen maga a film megvalósítása, képi világa, a felvételek, a vágás, a különleges 3D-s animációk mind-mind az ő nevét és kezemunkáját dicsérik. El kell mondjam, hogy mostanában sűrűn hull rá a díjeső, hiszen van egy film, a Repülő falu, ami bejárta az egész világot, több mint 52 díjat hozott haza innen-onnan, és bizony ott az animációs munkáért Rostás Mária rendszerint kitüntetést, elismerést kap. És ezzel el is árultam, hogy Rostás Máriáról van szó, az én nagyon-nagyon drága kolléganőmről, kérem, hogy fáradjon fel a színpadra. Na, hát érdekében, nem csak a kertetárgó kolléganőről, az én drága kolléganőről. Hát te most elmondod mindazt, amit én most még nem mondtam el. Köszönjük, Marcsikáról azt kell tudni. Szóval ez lehetetlen, olyan őrült, mint én vagyok. Ma is egész éjszaka fenn voltunk, azért, hogy a Monta Szó című műsor meglegyen, és képesek vagyunk összekapni azon, hogy te, az nem 42,26 másodperc, hanem egyben másodpercet tovább tartsd, jó? És akkor éjszaka telefonálunk, hívjuk egymást, és kutatjuk azt, hogy minden precízen úgy legyen, ahogy kell. Úgyhogy várja, egy csodai, mindent tud, és én megkérdeztem tőle, hogy te tulajdonképpen mi akartál lenni? Mi akartál lenni? Mondjad. Wow, nem ezt mondta, nem ezt mondta. Nézzék meg a műsort, a múlt heti Nótaszó műsort, és azt mondta, hogy űrhajós akart lenni. Az is jó. És ápolónő lett, ami egy csodálatosan szép dolog, és nagyon-nagyon fontos dolog, de kérem, éjjel-nappal dolgozik, és mellette ilyen filmeket alkot. És a magyar nóta film, nézzék meg a YouTube-on. Az első filmünk volt a Véncigány, a második az Akácos út, a harmadik a Fohász Istenhez, és hogyha igaz, akkor már készül a Szülőföldelem Petőfi Sándor versére. Úgyhogy... Én is beállok most egy kicsit ide, mert itt három nagyon jó. Hát igen, így házam alkotóknak. Egy pici reklám a Te a Glóriával című tévőműsornak is, a lelke motorja és készítője Rostás Marcsi. Én csak azon hírom, hogy bárki Rostás Marcsi. Nem akarom megfelelni. Na, ez a díj
szeretettel és még hálóval hoznak a díjakat haza. Sok szép napot kívánok. Köszönöm. És akkor most annyira meg vagyok illetődve, hogy tulajdonképpen nem is tudom, hogy mi következik. Igen, tehát most aztán még magasabbra tesszük a lécet, emeljük a hangulatot, hiszen egy csodálatos hangú énekesnő következik, aki az Állami Operaház magánénekese is volt, és az élete tulajdonképpen az éneklés. Én szerintem otthon még a kádban is énekel, pedig ez az énekesekre nem jellemző. Erdős Melinda lesz, aki most minket szórakoztatni fog gyönyörű szopránjával. Én azt hiszem, hogy nagyon sok a kedvence Melinda. Én elárulok egy kis titkot az életéből, hogy legyen egy kis sárcsúzni valónk. Amikor az operaházban dolgozott, ott volt egy remek ügyelő, főügyelő, és ahogy az lenni szokott, mit tesz Isten, az énekesnő és a főügyelő egymásba szerettek. Máig együtt vannak, egymásra ügyelnek, hogy mind a kettőnek nagyon jó legyen, és azt is elárulom, hogy most jelen pillanatban is itt a színfalak mögött áll a férje, hiszen ennek a műsornak is a fő ügyelője Dőle István. Én azt se bánnám, ha egy pillanatra megkérhetném, hogy mind a ketten fáradjanak ide a színfalra. Ezt nem lehetett kihagyni, tudom, hogy az ügyelők a járásban vannak, de ezt nem lehetett kihagyni. És akkor most fogadják nagy-nagy szeretettel Erdős Melinda művészt. Messze van a gyermek. Oh,
De én arra gondoltam, hogy lassan ki kell hozni egy olyat, hogy aranydíj, meg gyémántdíj, meg maradjdíj. Jó, sokáig hallhassuk, mint drága. És azt is elárulom, hogy a Döme bácsi, nagyon, hány éve vagytok együtt? Ajaj, 50 éve. Köszönöm a drága Tibornának, hogy itt lehetek, és mindenkinek, aki ilyen tüneményesen és ózgásian megszervezték és megrendezték ezt a műsort. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy van. Kedves közönség, egyszer minden véget ér, de minden jó, ha a vége jó. Úgyhogy következik a finálé, de remélem, hogy most már boldog szívvel a magyar motártól elandalodva, eltelten fognak hazatérni, és szívesen gúdolják ezután is a dalokat, a régieket, és akár az újakat, hiszen itt most bizony hallhattak új szerzeményeket. Ne felejtjék, hogy a Palotásra milyen jópofa szöveget írtak. Én azt hiszem, hogy érdemes lesz ezt majd megtanulni. Meg is kérjük Éliás Tibort, hogy majd valahogy tanítsa meg, minél több embernek ezt a dal. De ne felejtsék el, hogy hallottuk a Petőfi versei Szülőföldemet, ami lehet, hogy később ugyanolyan ismert lesz, mint egyszer valamikor az Akácos út is, egy kis valamilyen dalocska, és hány évtizedet élt meg évszázadot tulajdonképpen. Tehát, kedves nézőink, ezzel mai gála műsorunknak vége van. Engedjék meg, hogy színpadra szólítsam a fellépő művészeket, persze azok, akiknek a vonata elment már, nem mindenki tud itt maradni, hiszen határainkon túlról is jöttek. Úgyhogy én nagyjából a fellépés sorrendjében hívom majd be a művészeket. Legesleg először Éliás Tibort, Artisius díjas zeneszerző, ennek a Magyar Nóta Ületnapjának megállandója. Dolgot kaptunk lehetőséget. Tudnék, az Artisius, aki nem más, mint a szerzők és az énekesek közötti kapcsolatot tartja, tehát ezeket a jogi kérdéseket és a pénzbeszerzést természetesen intézi, minden évben kiadja a különböző Artisius díjakat. Én is Artisius díjas vagyok, de az idén, hála jó Istennek, egyik nagyon kedves kollégánk kapott Artisius díjat, és az Artisius igazgatósága úgy döntött, hogy engem kér meg, hogy adjam át az életmű díjat neki. Hozom is, és egyúttal egy kis neki. Hát ennél szebben zárni egy gálaműsort nem igazán lehet, hogy egy ilyen nagyszerű díjat adunk át. Én már előre gratulálok, és megkérném a díjazottat, hogy addig fáradjon föl a színpadra. Horváth Péter. Horváth Imre úr, Péter, Horváth Imre, művésze, aki a magyar nóta kategóriában lehet az év zeneszerzője. Nagyon-nagyon gratulálok először én személyesen. Horváth Péter nem csak nagyon jó zeneszerző és egyáltalán slágeríró, hanem Szirmai Lászlónak közvetlen kollégáival nagyon-nagyon rég óta, és közös szerzeményeik is vannak. Úgy gondolom, hogy te vagy az illetékes, aki megmondhatja azt, hogy milyen érzés az, amikor a fejedben kipattan egy gondolat, a szégyen viszed, és lekottázod, és
kézzenetünket meghallott. Nagyon jó érzés, mert többnyire éjszaka szoktam írni, és ilyenkor, amikor engem megdicsérnek is, nagyon boldog vagyok az Artusztus díjra, mert ez egy szakmai díj. Tehát nagyon örülök ennek a szakmai díjra. Abszolút szakmai díja, olyannyira, hogy erre ez egy nemzetközi szervezet, nagyon odafigyelnek, hogy ne akárki kaphassa. Nem olyan régen volt veled riporttal Nóta Szó című műsorban, a 6-os csatornán. Aki vissza akarja nézni, az a YouTube-on már megtalálja azt, hogy Nóta Szó, és írják be, hogy Horváth Péter, és akkor az a beszélgetés elmegy. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy én most 2023-ban megkaptam ezt a díjat. Természetesen köszönjük szépen. A diploma mellé jár egy gyönyörű szép violin kulcs, tehát ismerik a violin kulcsot. Ez bronzból van. Nem hoztam be mentelén nehéz, mert én megkapott. Isten érdesen sokáig, és sok szép dalt írjál még nekünk. Köszönjük, gratulálunk! Ebben az évben a két magyar nóta szerzője, Horváth Imre. Péter! Bocsánatot kérek, Péter. Horváth Péter. Ezt főleg azért szoktuk ilyenkor elmondani, hiszen ebből összevágunk egy filmet is, és akkor legyen meg, hogy az év Artisziusz díjas. Magyar nóta szerzője, Horváth Péter. És akkor színpadra szólítom a fellépő művészeket, Éliás Tibort. Kalocsai Zsuzsát. Drágán Lajos. Miskolci Balogh Zoltán. Kádár Zsuzsák. Balogh Gézán. Jónás Gézán. Szabó Lajos. Somogyi Erikát. Dr. Fehér Eszter, Rauch Kár, Antal Péterra, Móricz Kacsnak Erzsébetet, Pap István, Ócsai Julikát, Karnas Ildikó, Imos Mária, Rostás Mária, Dönen István és Geszti Gyurányán. Köszönjük szépen, gyere Marcsikán, te vagy a díjazott. És Döme István is, ha még egyszer kidugná a fejét, hiszen ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha Döme István már nem lett volna létre. Ők volt a magával elköszönni. Én azt kérem, hogy egyrészt, aki most szeretném,
fotózni, mi megállunk, hiszen itt a díjazottak, a fellépő művészek most egy csoportban láthatók. Nyugodtan előre lehet jönni, aki szeretne, és közelebbről fotót csinálni. Ennyi időn kell, hogy legyen. És köszönjük szépen, ha megőriznek. Köszönjük szépen, ha megőriznek minket jó emlékezetükben, és még a telefonban is oda tudnak pörgetni, ahol mi állunk. És ha ez megtörtént, mindenki megcsinált, akkor azt kérném, hogy középen nyíljunk egy kicsit ketté, hogy Tortai Zoltán és zenekara látszódjon, és megköszönjük neki az egész vállalomtól azt a jövőt, amit kaptunk tőlük. Kérjük a zenekar tagjait is, álljanak előre, hát ha olyan fénykép is készül. Nagyon-nagyon köszönjük, tehát középen Tordai Zoltán zenekara, egy olyan karéban, akik a díjazott művész, vagy éppen művészet pártolónál a szükkaron. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, mi azért, hogy itt lehetünk, és kívánunk önöknek ma estére szép estét, és dúdolgassák ezeket a gyönyörű dalokat, amiket itt kaptak tőlünk. Úgyhogy még egyszer búcsúzik önöktől a fellépők sora. Tibor, kívánsz egy zárszót mondani? Jövőre, minden nap, minden órában, mindenhol, éljen a magyar zene! Thank you.